Tükörsima úton gurulhatnak ezentúl a biciklisek, Paks és Dunakömlöt között elkészült a kerékpárút, külön felfestés mutatja a menetirányt és az elsőbbségadási kötelezettséget is. Még az évelején készültek ezek a felvételek a munkaterület átadás után kezdődött el a kerékpárút kiépítése. Fakivágás, földmunka, rézsű építés volt az első ütem. Az építkezés most arra befejeződött csütörtökön ünnepélyes keretek között adta át az új szakaszt Süli János tárcanélküli miniszter és Szabó Péter polgármester a környezetet óvjuk, illetve ugye a klímavédelmi célokat is ezzel. Én azt gondolom, hogy tudjuk teljesíteni, illetve hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy óvjuk környezetünket. A környezetvédelem fontosságáról is beszélt a kerékpárút kapcsán Szabó Péter polgármester, Paksmáros önkormányzata a terület és település operatív programban nyert brutó 540 millió forint vissza nem térítendő pályázati támogatást. A kivitelezés összköltsége bruttó 630 millió forint volt, a különbözetet az önkormányzat saját forrásból biztosította. Madocsa és Bölcske is elérhető lesz kerékpárral biztonságosan, hiszen eddig sajnos a hatos úton kellett az embereknek közlekedniük kerékpárral, nem éppen biztonságos körülmények között. Én azt gondolom, hogy ezt követően ennek a kerékpárútnak a használatával nem csak a Dunakömlődiek tudják használni ezt, ha paksa akarnak jönni, hanem szabadidős célral, akik kerékpározásra vágynak, ők is tudják majd ezt használni. A Paks-Duna kömlőd kerékpárút szakasz megépítése a környezetbarát közlekedés kialakítását célzó önkormányzati program jelentős mérföldköve, Süli János tárca nélküli miniszter szerint sikeresen fejeződött be a projekt. Nagy mennyiségű földet, gyökérzetet kellett kiszedni, talajcserét végrehajtani, rengeteg anyag került be, és akkor van most egy korszerű, szép kerékpárútunk. Én úgy gondolom, hogy a kömlődiek, illetve a országos hálózatban, majd bekapcsolva később mindenki tudja használni.